A megporzó rovarokról szóló előadással kezdődött a Kertészek és Kertbarátok Győri Egyesületének negyedik szakmai napja az iparkamarában. Tavaly a vírus miatt csak az online térben tudtak szakmai napot rendezni, ezért örültek neki, hogy idén a szelíd növényvédelem a konyhakertben tematikájú szakmai diskurzust már közösen tudták megtartani. A napot dr. Szálasi László, a Városi Környezetvédelmi Bizottság elnöke nyitotta meg. A képviselő kiemelte, hogy évről évre egyre nagyobb szükség van az Egyesület munkájára. A kert, a felüdülés, a hétköznapi feszültségek feloldását biztosítja a kertészkedők számára. A kert a családi események színhelye, pihenést, kikapcsolódást nyújt. Maga az Egyesület közösségi életet és szakmai ismereteket nyújt tagjainak. Az eltelt 50 év igazolta életpályája által, hogy egyre nagyobb szükség van az Egyesület munkájára, hiszen a növekvő taglétszám, az előadásokon résztvevő érdeklődők száma, a szakmai kiadványok sikere, a Győr Plusz TV-ben rendszeresen megjelenő tájékoztató, ismeretterjesztő műsorok sikere és visszhangja erre enged következtetni. A Kertbarát Egyesület elnöke Nagykutasi Viktor idén miniszteri kitüntetésben részesült, 25 éves kitartó munkája elismeréseként. A Győri pedig a legjobb kertbarátok köre címmel a Somogyi Imre emlékérmet is megkapta még 2020-ban, de ennek átvételére is csak most volt lehetőség. Nagykutasi Viktor beszédében megosztotta a résztvevőkkel, hogy 1995-ben egy gazdabolt munkatársaként mert nagyot álmodni, ennek köszönhető többek között az is, hogy mára már ő az Audi főkertésze is. Az embereknek iszonyat tudásra lenne szükségem. Gazdaboltban dolgoztam, láttam, jöttek megszokásból a növényvédő szerint, de mindig az volt, mert tavaly is ezt vittem, mert a szomszédban permetezett, akkor nekem holnap kell legalább permeteznem. És mondtam, hogy azért ezt nem egészen így tanították nekünk a suliban, azért a növényvédelem ennél egy picit többről kellene, hogy szóljon. És akkor megfogalmazódott bennem, hogy mi lenne, ha. És akkor 1995. február valahányadikán, a dátumot nem tudom pontosan, egy újsághirdetést adtam föl, amiben az volt, hogy Kapuváron kertészkedőkkel találtok jelentkezését várjuk. Hát innét indult az én karrierem, gyakorlatilag mondhatom azt, hogy karrier, mert ha én ezt akkor ott nem csinálom, vannak ezek a mondatok az életemben, akkor sose ismerem meg a Győri Kertbarátkört. A szakmai nap részeként a zöldségkártevők elleni vegyszermentes védekezésről, a bogyósok növényvédelmi aktualitásairól, a szőlő állati kártevőiről és a kiskertek természetvédelmi lehetőségeiről is láthattak előadást a résztvevők.